Kedves vendégeink, kedves Sky család, kedves mester! Sok szeretettel köszöntünk mindnyájatokat a mai napon. Ez a nap ünnep egy személynek, és ünnep mindazoknak, akik ismerjük őt. A hálánkat sokszor fejezzük ki neki a mindennapokon, de mindig van bennünk egy hiányérzet, mert tudjuk, hogy ennél sokkal többet szeretnénk átadni, de nem vagyunk képesek kifejezni azt. Azért fontos számunkra, hogy ma együtt ünnepeljünk a Mester születésnapján, beletartsunk ezen a napon, mert a jelenlétünkkel is szeretnénk szeretetünket és köszönetünket kifejezni. Dear guests, dear Sky family, dear Master, warmly welcome you all at this day. This day is a holiday for a person and holiday for all of us who know him. We often express our gratitude for him every day, but we never feel satisfaction because we would like to give much more, but we are not able to express it. This evening is important for us because with our presence we try to express our love and thankfulness. Számára a legfontosabb küldetés az emberiség segítése, felemelése. Egy olyan ügy, amely gyerekkorától fontos volt számára, hiszen akkor is talpig fehér ruhát szeretett viselni, és vizsgálgatta rokonait, barátait, mint egy orvos. Az élete színességét jelzi, milyen sok terület érdekli és mélyülte bennük, mint az IT-világ, a számítástechnika, elektronika vagy a fotózás. 2009-ben jött először Magyarországra, a City Banknál dolgozott éveken keresztül az IT-terület Európáért felelős kockázati menedzsere volt. His most important mission is to help humanity update humanity. This mission has been important for him since his childhood because he liked to wear white dress and liked to visit and check his relatives and friends like a doctor. His life is very colorful. He is interested in many things like IT world, computers, electronic photography. In 2009, he came to Hungary for the first time. He was working for Citibank for years, he was the regional IT risk manager. Számos spirituális szervezeten és rengeteg szentkönyvön túl is mindig megőrizte saját érzéseit. Végül úgy döntött, eldobja minden megtanult tudományát és a valóságot választja. Aki hallotta tőle az erkély teli volt valóság megtalálása történetét, szinte érzi is a változást. Vállalt küldetésben csodálatos családja, felesége Lívia és két gyermeke, Csája és Svét támogatja. Over many spiritual organizations and lots of holy books, he has always kept his inner feelings. Eventually, he has decided to throw all the knowledge and choose the reality. Who heard the balcony full moon reality story from him, they can feel the change. During his mission, his wonderful family, his wife Divya and two children, Jaya and Sri, support him. Szereti kiemelni az ateista, Istenben nem hívő ember és a szent történetét. Akik a kör ugyanazon pontján állnak, csak az ateista a 0. fokon, a szent a 360. fokon. Egyikük sem Istenben hisz, hanem önmagában és a teremtésben. He likes to highlight the atheist who doesn't believe in God and the saint's story. They are standing in the same point of the circle, the atheist at the 0th degree, the saint at the 360 degree. Neither of them believes in God, but believes in themselves and creation. 2011-ben alapította a Sky Workshopot. Fizikai, mentális és spirituális programjait több ezer ember életét változtatta már meg Magyarországon és szerte a világban is, például New Yorkban, a Közel-Keleten, vagy Franciaországban, Belgiumban, Ukrajnában is tartott szatszangokat. Több alkalommal humanitárius díjjal is kitüntették, ételt, ruhát és használati tárgyakat biztosít rászoruló gyermekeknek, hajléktalanoknak, önkéntes segítőjével közösen. He founded the Sky Workshop in 2011. His physical, mental and spiritual programs changed millions of lives in Hungary and around the world. For instance, New York, Middle East, French, Belgium, Ukraine. He had said thanks. He was awarded many times with humanitarian award for distributing food and clothes to poor children and homeless people with the support of the volunteers. Néhány, valóban néhány programját kiemelve. Az egésznapos Sky Workshop, amely a fejünk kiürítéséről és a szívünk megtöltéséről szól, gyönyörű feladatok által. Az 5D egészségprogram, amely teljes napon keresztül valódi gyökeres változást hoz az emberek életébe, fizikai, mentális és spirituális szinten.
Majd hallani fognak személyes példákat is. Dagalapból, súlyos megbetegedésekből gyógyultak ki emberek, valamint megtalálták az utat önmagukhoz, harmóniájukhoz. Az egyik legcsodálatosabb és leghatásosabb program. A szerdai nyitott szatszangok, ahová bárki becsatlakoztak és élvezheti a csendet, a meditációt és felteheti kérdéseit. A párkapcsolati program, az egész éves kárdiván program, ajurvédikus főző program és a számtalan meghívás más spirituális rendezvényekre, valamint vidéki szatszangokra. To mention some of his programs, the whole day sky workshop which makes our head empty, our heart full, filled with beautiful processes. The 5D program, 5 full day, makes real change in physical, mental and spiritual aspects. People recovered from cancer and serious illnesses. They found their way back themselves and to harmony, one of the most beautiful and powerful programs. The Wednesday open satsangs, everybody can join for experience emptiness, meditation and ask questions. The relationship program, the 1 year sky divine program, Ayurvedic cooking course and endless invitations for other spiritual events and countryside satsangs. Dr. K. V. Suresh Irin ünnepli 44. születésnapját. Dr. K. V. Suresh is celebrating his 44th birthday. Ezt a gyönyörű utazást Suresh-ként kezdte, majd Suresh-ként adott számunkra oly sokat, és büszkeséggel töltve szeretném elmondani, hogy a mi Suresh-inket innentől kezdve úgy hívjuk, Maharshi Brahmanada Yogi. He started his journey as Suresh, then he gave us a lot as Suresh-ji, and I proudly would like to say that our Suresh-ji is called from now onwards Maharshi Brahmanada Yogi. Maharshi azt jelenti az, aki rendelkezik a tudással. Brahmanada azt jelenti az, aki az ürességet élvezi és a teremtést. Yogi azt jelenti, aki ezt megéli. Itt az idő, hogy a nem sokára Indiában folytatott küldetésében az emberek tudják, mit is végez valójában. Itt az idő, hogy a régi Suresh-ji előre haladjon, még tiszteletteljesebben, még mélyebben a spirituális világába, mint Maharshi. Maharshi means the one who has the knowledge. Brahmanada means the one who is enjoying the emptiness, the creation. Yogi who lives with it. It's the time that he's missing continued in India. People know what he's really doing. It's the time to our Suresh-ji to go more deeper and respectfully to spirituality as Maharshi. Maharshi nevében szeretnénk köszönteni fővendégeinket. Köszöntjük Jakab Istvánt, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és áldás elfélyezik így jelenlétével. Kérem, hogy fogadja el ezt a világot. Stéri Iva, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Horányi Ágina, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és áldását fejezik ki. Kovács Sándornak köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Sikőné Bagi Editnek is köszönjük jelenlétét, hogy állását. Kálazi Áginak is köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Vétási Anikónak is köszönjük. Tóthné Bánett Elkának köszönjük, hogy elfogadtanak. Csepi Csepiroskának is köszönjük, hogy eljött.
Kedve Zoltánnak is szeretnénk megköszönni. És ő Kece Adriánnak is szeretnénk megköszönni. És Mahási nevében szeretnénk köszönteni mindannyiukat egyesével külön. Nagyon különlegesek vagytok a számunkra, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és jelenlétetekkel megáldjátok ezt az alkalmat Mahásiért. Sokat tettetek meg több órányunkat, Veszprémről, Nagykanizsáról, Győrből, Szegedről, Nyíregyházáról, Zalából. Köszönjük szépen! And in the name of Mahási, I would like to greet each one of you. You are very special for us. Thank you that you accepted our invitation and you bless us with your presence. Many of them are coming from a long way, from Veszprém, Nagykanizsa, Győr, Szeged, Nyíregyháza, Zala. Thank you. Most pedig szeretném felkérni az egyik fő vendégünket, támogatónkat, hogy a mai rendezvényünket meg Misa is köszöntőt mondjon egy pár gondolatban. Jogab István, a Viva Natura televízió vezetője, egy nagyon tisztel ember, aki küldetésről választotta, hogy az emberekkel megismertesse a valóságot a VNTV-n keresztül. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az itt lévőket, és higgyék el, őszintén meg vagyok hatva, hogy itt lehetek köztetek. És leginkább azért, hogy Maharshi vagy Szureszji, vagy kicsit meg kell szokni, nem érteni. A bizalmát ilyen módon élvezem, illetve ez az egész VNTV-s dolog, hogy létrejöhetett, az pontosan azért van, mert valamilyen módon közös a küldetésünk. Thank you very much for this special role what I have now here. I'm very grateful to you and it is a little bit difficult to get used to your name, but I would like to express that in some way our mission is similar. Akkor idefele jöttem, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi az az erő, mi az a vonzás, mi az, ami ezt a rengeteg embert, ezt a több ezer embert Szureszji és az ő kis csapata környezetébe bevonzotta. On the way here, I was thinking, what is that strong power which leads or which brings the people, which attacks Szureszji's power? Az első pillanatban mindjárt olyanok vagyunk, hogy érezzük, hogy valamire nagyon szükségünk van, és elindulunk a fény felé, mint egy kis méhecske vagy egy kis rovarocska. First we think that yes, we need something and we want to find a way and like a small bug we start to fly towards the light. És amikor találkozunk Szureszjivel, akkor az a végtelen szeretet, ami árad belőle, az magával ragad, odavonz, és minden olyan problémánk, hogyha lehet időzelben mondani ezt a szót, hogy problémánk, megoldódik azáltal, az energia által, amit ő közvetít felénk. When we meet Szureszji, his energy or power just helps us and clarify everything what we see as a problem. And it makes it easier and these problems are almost disappear. És hogyha elég sok időt eltöltötök mellette, akkor rá fogtok döbbenni arra az óriási tényre, hogy igazából az az út, ami Szureszjivel közösen megtesztek, az a saját szíveteket megtalálni saját magatokon keresztül. If you spend more time with him, then you discover that this journey, what you do all together with Szureszji, is the way to find the way to your heart with your own self. Mert ennek az egész tanításnak a számomra is, akkor csak legyen az a saját véleményem, az, hogy az a végtelen szeretet, ami árad az univerzumból, ez egy közvetítőn keresztül érkezik meg hozzánk Szureszjin személyén és az ő karizmája révén. És amikor rájövünk egy idő múlva, hogy Úristen, hát ez az isteni szeretet, ez mindenkinek rendelkezésére áll. Ezt kell érteni az ő nulla és a 360 fokkal
nullapontos értelmezésében. Igazából rajta keresztül megismerjük azt az energiát, amihez mindenki hozzá tud jutni, de először azt hiszük, hogy erre, ehhez egy mesterre van szükségem. With his help, we figure out that the way what we walk on together, it is the way which shows the same this endless love leads us from the zero degree to the 360. What you say? Amikor először hallottam meg, hogy Szuresi azon gondolkodik, hogy családjával az igazi hazájába visszatérjen, az volt a gondolatom, hogy akkor mi lesz veletek, mi lesz velünk. When I first heard about you and your family goes back to India, the first thing was that what will happen with us? És akkor rájöttem, hogy ha egy igazi mesterrel találkoztuk, már pedig Szuresi az, akkor pontosan az ő tanításának a lényege, hogy a saját szívetekhez való utat megtaláljátok, és onnantól fogva itt mindenki a saját maga mesterévé válik. And I realize that if you meet a real master, that means that you find your way, your own way to your heart, and in that way everybody will become their own master. És ennek mi az eredménye, hogyha megtaláltok azt az utat, amit megmutatok nektek, és megtaláltátok önmagatokat, meggyógyultatok, rá fogtok jönni, hogy az isteni képesség, ez a beavatások révén, a szeretet révén, amit végre megtapasztaltatok, nagyon sokan úgy éljük az életünket, hogy nem tudjuk megérezni, beszélünk a szeretetről, de nem érezzük soha. És ezt az érzést megtapasztaljátok, és utána ezt kiárasztjátok a saját környezetetekben, akkor ti rátok mondják azt, hogy ti vagytok a saját életetek mesterei, és hozzátok kezdenek el közelíteni az emberek, mint azok, akik zümmögők a beszédem elején, jönnek a fényre, mert a szeretetet képesek vagyunk befogadni és kisugározni. And if we experience this love and what we learned next to you, that means that we are able to express love in our family, in our life, and that also helps others to get closer to us. And like a small box, everybody will see that we are ready to live this life with our heart, with our endless love, and everybody will come to us. És ezért vagyok én abban biztos, hogy folyamatosan az a törekvése a mesternek és az ő segítőinek, hogy egyre több emberhez jusson el ez a tudás, illetve ez az érzés, mert akkor fogalmazunk arról, hogy itt nem egy mentális tudásról van szó, hanem egy olyan érzelmi, extatikus élményről, amit megtapasztaltuk, amikor vele találkoztok, vagy együtt töltötik az időt, hogy ez a tudás rajtatok keresztül minél több emberhez eljusson, mert én úgy gondolom, és erről sose beszéltünk még, bár kellett volna, ez lenne az ő küldetése. Biztos ez az ő küldetése. And I am quite sure that his mission is about to spread this information among many people, because this can help the world and the humanity if they can feel, if they can experience this infinite love, then that can help the humanity, and that is his mission. Én nagyon megköszönöm, hogy itt lehetek, és ezt a pár mondatot elmondhattam önöknek, nektek és Szuresinek is. Köszönöm azt, hogy ismerjük egymást. Thank you very much. Nagyon remélem, hogy nem úgy fog dönteni, hogy itt hagy bennünket, azért ez egy titkolnak mondom, de ha... De ha mégis úgy döntene, akkor nem szeretném, hogy ezt a kis oklevelet elvinni magával. But if you really decide to, then I would like to ask you to bring this letter with you, this book. Egy magyar zászló és ami kis szívünk ott van benne, ez mindig ott legyen az ő falának. Hungarian flag and our and hang it on your wall.
természetesen megtartom nem a falon, hanem a szívemben. Thank you, thanks for all what I would like to inform you or the Yakubishtan informed you. Szeretném letájékoztatni mindannyiótokat, de ezt már István is elmondta. Even though Yakubishtan did not attend any program. Annak ellenére, hogy István nem vett részt semmilyen programunkban. Interesting part is, he asked lots of questions. De természetesen nagyon sok kérdést tett már fel. Yeah, when you go for BRTV interview. Amikor BRTV-s interjúra megyünk. He asked so deep questions. Nagyon mély kérdéseket tesz fel. That certainly confirms. És ez bizonyosan eljut. If someone says somebody is good. Nagyon sokakhoz, hogyha valaki valami jót mond. You are equally or more good than that person. Akkor érdemlőnek minimum, ugyanúgy, vagy talán még jobb ember is vagy a másiknál. Otherwise you cannot recognize the other person. Különben még csak fel sem tudnád ismerni a másik ember. Thank you. Köszönöm. We met in 2011. Yeah. The first interview. Az első interjúkor. And he was very seriously looking at me. Nagyon komolyan nézett rám. And I was sweating. Kezdtem izzadni. Sound was not coming properly. Nem jött ki a hangba rendesen a tartomból. But after some and after a few minutes, I could able to catch my pace. De aztán néhány perccel később már. Újra felvettem a ritmust. Because he didn't smiling at me, he was seriously looking at me and asking me, okay, tell me now. Nem nézett, de mi csak két mosolyog sem láttam az arcán, csak tette fel a kérdéseket egyébként. Thank you for that experience. Very lovely person. Nagyon szerette. Often good hearted people are like that. Gyakran a jó szívű emberek hozzá hasonlóan. They often feel like, you know, very straight. They don't. You know, they won't show so soft. Gyakran érezheted azt, hogy olyan egyenesek, szigorúak, nem inkább olyan látok. But they're straight. De ők csak egyenesek. Even if you find someone a bit tough in your life. Még hogyha valakinek kicsit nehéz időszaka is van az életében. First you should say, yes, this person should have good heart. Először mondd azt, hogy igen, ennek az embernek jó szíve van. Give enough time for yourself to understand that. És adj magadnak elég időt, hogy ezt megérts. There are many good-hearted people. Nagyon sok jó szívű ember van. Each one of you here. Mindegyik őtök az. I would like to, I'm really, you know, my heart is full. A szívem tele van. By seeing each one of you here. Azzal, hogy itt látlak mindegyik őtöket. Every time I used to tell, my mission is to empty your head and fill your heart. Minden alkalommal azt mondom, hogy az én küldetésem, hogy kiürítsem a fejeteket és megtöltsem a szíveteket. Today each one of you did to me. Ma ezt mindannyian megtettétek velem. Thanks for filling my heart with full of love. Köszönöm, hogy megtöltöttétek a szívemet tele szeretettel. Thank you. It's not that it's my mission only. Ez nem arról szól, hogy ez csak az én küldetésem. Without each one of your love and respect. A ti szeretetetek és tiszteletetek nélkül. Great effort. És a befektetett energiát. To help each other in Hungary. Az, hogy segítsük egymást Magyarországon. We bring we reaching here. Nem értünk volna idáig. I would like to highlight this special situation. Especially in a program which is happening now. Szeretnék kiemelni egy programunkat. We started distributing food for 35 people per week. Elkezdtünk ételt osztani 35 emberrel egy héten. Can you imagine now how much it is? Nem tudjátok képzelni, hogy most hol tartunk? Average 3,500 food. 3,000 fő fölött. Average. Átlapom. It can go high or less. It lehet magasabb, hogy a that was amazing. Ez elképesztő. It's not because of me. Ez nem én miattam van. Because of your good heart. Hanem a ti jó szívetek miatt. I'm just an excuse for this to happen. Én csak egy ürügy vagyok, hogy ez megtörténjen. Thanks for the great-hearted minds. Köszönöm a nagy szívű embereknek. And all each one of you in the game. És bármilyen módon is minden jótoknak. And there are many people supported this organization. Nagyon sok ember támogatja ezt a szervezetet. All
distinguished guest here. A megjelent vendégeknek. And also all the people who are sitting here. És természetesen mindenki, aki itt ül. I always wonder why should you be here in this evening. Mindig gondolkozom, hogy miért kéne nektek eljönni erre az eseményre. Why can't you spend somewhere else? Miért nem tölthetnétek ezt valahol máshol? You, each one of you have a great heart. De mindannyiatoknak nagy szíve van. To appreciate. Amit értékel. The good qualities of others. Értékelitek jó emberek tulajdonságot. Otherwise, why should you be here? Különben miért kellene itt lennetek? And if you're not here. És hogyha nem itt vagytok. How can I be here? Akkor én hogyan lehetnék itt? Thanks for bringing me here. Köszönöm, hogy ide hoztatok engem. It's you, each one of you. Ez mindegyik önöknek szabadítása. Who brought me to this stage. Azért, hogy ide hoztatok engem erre az emelvényre. As I heard about the journey of my spiritual life. Ahogy hallgattam a spirituális életemről szóló utazást. Major part happened in Madhya. A legfontosabb részek azok Magyarországon történtek. Somehow Hungary is very special. Valahogy Magyarország nagyon különleges. It's not my own, not only my own words. Ezek nem csak az én szavaim. Many of my friends says. Nagyon sok barátom mondja. Six months back, one of my friend who left Budapest. 6 hónappal ezelőtt egy barátom, aki elment. He went to Bangkok. Elment Bangkokba. And he planned to come back soon. És tervezi, hogy hamarosan visszajön. And that's what happened. Kérdeztem, hogy mi történt. Nothing like Budapest. Semmi. Sem úgy működik, mint Pest. There's a great love in this nation. Nagy szeretet van ebben a nemzetben. May not be too much of money. Ami persze nem a sok pénzről szól. Perhaps that is a blessing. Lehet, hogy ez egy áldás. At least you have the opportunity to use that good heart. Legalább megvan a lehetőségetek, hogy használjátok a jó szívetek. És ez egy nagyszerű tradíció. I also tell people, no need to go to India to get spiritual knowledge. Sokszor mondom az embereknek, hogy nem kell Indiába utaznatok spirituális tudásért. It's reverse, it's opposite for me. Ez számomra pont az ellenkezője. I could go deeper in my spiritual activities after coming to Budapest. Én az után kerültem mélyebbre a spiritualitásban, hogy Budapestre érkeztem. Thanks to Budapest for my spiritual experience and the journey. Köszönöm Budapestnek a spirituális tapasztalataimat és az utamat. In case in my autobiography, if there is a city, hogyha az önéletrajzomban lesz egy város. The first city will be Budapest. Az első város Budapest lesz. That much great things I experienced here in Budapest. Én ennyire csodás, nagyszerű dolgokat tapasztaltam. 5 years we finished this journey. 5 év is befejeződik ez az. Millions of people and their support and love. És több millió embernek a tapasztalata. With your blessings. És a szeretete. We are happily living here. Boldogan élhetünk itt. Thank you for the blessings. Köszönöm az áldásodokat. By being here. Azért, mert with your great heart. Jó szívetek van. És szerettek. I cannot express my feelings towards you in English words. Nem tudom kifejezni a szeretetemet felétek angol szavakon. In a very short sentence. Egy nagyon rövid mondatom van. Love you. Szeretlek mi benne. Nothing more I can say because I can't express that. Többet nem tudok mondani, mert nem tudom kifejezni. Thank you. And in this great moment, I would like to thank a special person. És ebben a gyönyörű pillanatban szeretném megköszönni még egy különleges embernek. Who is Kovács Sándor. From day one. Az első naptól kezdve. From day one, az első naptól kezdve, Kovács Sándor and his wife. Kovács Sándor és a felesége. You know Bobby Kovács. Ismertek Kovács Sándor. You know Bobby Kovács because she is calling you and contacting you. Azért ismeritek Bőbét, mert hogy ő az, akivel kapcsolatban állhatok. Perhaps as a talkative person. Lehet, hogy úgy ismeritek, mint egy nagyon beszédes ember. Straightforward or harsh. Hogy lehet, hogy ilyen kemény, egyedes. But behind her great dedication. De az ő áldozata mögött. It is this gentleman.
ez az úriember áll. Without him, she could not support. Bőben nem tudna támogatni. So both the couple support each other. Mind a két pár támogatja egymást. But I would like to highlight Sándor in this event. De szeretném Sándor kiemelni ezen from az alkalommal. November 2011. 2011. novemberig. Till today. Egészen mai napig. These couples are working so dedicated. Ez a pár olyan áldozatkészen dolgozik. Especially in the last 3 years. Főleg az utóbbi 3 évben. Both are full-time into this kind of activities. Mindkettőjük teljes mértékben emellett a tevékenység mellett. May this series take care of you and your family. Reméljük, hogy tudtok gondoskodni magatokról, a családotokról. And of course all these people, because of them, I could meet you as a being stage. És természetesen szintén nekik köszönhető az, hogy ez mi sok emberrel tudok találkozni, mert ők voltak ott a kezdeteknél. Thank you. We all love you. Isn't it? Köszönjük szépen. Mindannyian szeretünk benneteket, nem így van? És engedjétek meg, hogy átadjak valamit a mesternek. Mint ahogy említette, minden héten több ezer embernek adunk ételt, és szállítunk ételt. Ez a Sky csoport csinálja. És az oltalom karitatív egyesület, akinek az elnöke Iványi Gábor elnök úr, küldött egy köszönő levelet a mesternek, amit szeretnék felolvasni. Everybody knows that this charity that we are doing and help food the children in the week with food, 1,000 in a week. Then this non-profit organization is the center that's Ez a karitatív egyesület, ez a Dankó utcában több hajléktalan számot üzemeltet. Itt több száz ember alszik éjszaka, és általában ezek este 10 óra után történnek ezek az ételszállítások, hogy reggel legyen, amit reggelizni, és aki még fel van, akkor esetleg vacsorát. Az Iványi Gábor elnökről a következőket írta a Súlyezsinek. Tisztelt igazgató úr! Köszönjük, hogy adományával támogatta intézményi munkáját, és önzetlen szeretetével hozzájárult az emberi értékek támogatásához, a rászorulók megsegítéséhez. Egyesületünk hálás köszönettel fogad minden adomány, amivel megkönnyíthetjük a nehéz helyzetben lévők elesettek életkörülményeit. Munkatársaim és támogatóim nevében Isten áldásot kívánom életére. On behalf of Gábor is not here. Gábor nincs, nem tudott eljönni. So I think I should give you a hug for the Gábor. If I'm eligible for that name, hogyha méltó vagyok erre a névre,
It is because of your love and support. Az a ti szeretetetek és a támogatásotok miatt van. If you are not giving me an opportunity to go deeper in myself to help you. Hogyha nem adtatok volna lehetőséget, hogy mélyebbre tudjunk benni és segíthessek nektek. How can I be eligible for that? Akkor hogyan is lehetnék erre méltó? Thanks for the recognition. Köszönöm, hogy ezt felismertétek. Thank you. Köszönöm. Kívánsága szerint szeretnénk elénekelni közösen a magyar hímnusz. So the king asked very special people who can train the falcon. After 1 month, the specialized trainer said one falcon is playing, the other one is going and sitting in a branch.
Azt mondja, hogy az egyik sólyom tökéletes emberkül, a másik viszont egy faágon ül. So, then the king said, please try, why won't both the falcons fly? És akkor azt mondta a király, hogy kérlek, próbálkozz még, szeretném, hogyha mind a ketten repülnének. After a month, egy hónappal később, he was not successful. Nem ért el sikert ebben. And the king said, okay, now's the time that, please check who can train the falcon to fly. És akkor azt mondta a király, hogy jó, akkor itt az ideje, megnézzük, hogy ki az, aki jobban tudná edzeni a sólyokat. So, they searched everywhere. Kutattak mindenhol. They could not find someone. Nem találtak senkit. So he asked the ministers in the palace. Úgyhogy megkérték az egyik minisztert a palotában. Please use your skill. Kérlek, használd a képességeidet. So, many of them tried. Nagyon sokan próbált rá. Almost one year different people came and tried. Körülbelül egy év telt el, hogy különböző emberek jöttek és próbálkoztak. Whenever they asked them to fly, you go and sit in a particular branch of a tree. És akármikor arra kérték a sólymot, hogy repüljön, ő arra bizonyos fára az ágyra. And the other one fly. A másik pedig repült. So the king was so upset. A király nagyon mérges lett. No, this is not acceptable. Nem, ez nem elfogadható. We need to find a solution. Kell találnunk megoldást. So can you please suggest someone who can help? Tudsz-e valakit javasolni, aki tudna segíteni? Then one of the ministers said, akkor az egyik miniszter azt mondta, maybe a man in a village. Lehet, hogy a falon ott van egy ember. He's not educated. Nem képzett. He's just a farmer. Csak egy gazda. But he may possible to help this falcon to fly. Lehet, hogy ő tud segíteni ennek a sólynak, hogy repüljön. I am not sure, respected king, but I can ask you, maybe it will work. Nem vagyok benne biztos, hogy ő a király, hogy tiszteli, de megkérhetem őt. Okay, do something, please, get the falcon fly. Jó, csinálj valamit, csak kérlek, repüljön ez a sólyom. And he said, okay, who is that person coming? Na jó, ki ez az ember, jöjjön be. He don't know how to end up stand in front of the king. Nem tudta, hogy hogyan kell a király elé állni. And the king was a bit upset. So where he is coming? He don't know I am the king. A király meg nem is értette, hogy most az honnan jön ez az ember. Nem tudja, hogy okay. Király. Go and take care of your work. Na jó, mindegy, foglalkozzon a dolgával. The very next day, a következő napon, this falcon started flying. Elkezdett repülni ez a sólyom. Wow, the king was so surprised. Király, that's interesting. So far, many people tried in the last many years, nothing worked. How did you achieve? Milyen érdekes, hogy eddig időn keresztül sok ember próbálta. Te hogy érted ezt el nála? Can you please tell the secret? El tudnál mondani a titkot? He said. Erre azt mondta. You know, whenever you leave the falcon to fly. Akármikor elengedted a sólymot, hogy repüljön. One fly. Az egyik repül, the other one is going on the tree and sitting in a particular branch. A másik meg felült a fának arra az ágára. I just cut the branch. Levágtam az ágat. And so all the life is. Ilyen az életünk is. We are complicating. Yeah? Mi bonyolítjuk. So it's a time for us to simplify our life. Itt az ideje, hogy egyszerűsítse fel az életet. All the time we learn how to complicate the life rather than simplifying the life. Minden alkalommal csak azt tanuljuk, hogy hogyan bonyolítsuk az életünket a helyet, hogy egyszerűsíteni. We thought a lot. Rengeteget we studied mondunk, a lot. Rengeteget tanultunk. We work a lot. Rengeteget dolgozunk. We become professionals in lots of things. És nagyon profik lettünk sok dologban. Unfortunately, de sajnos. We are missing that common sense. Ez a józan eszünknek hiányzik. Which comes out of simplicity. Amit az egyszerűségből tudunk. That simplicity helps in life. És ez az egyszerűség segít az életben. Understand? Értitek? Okay, now, let us simply do the meditation. Úgyhogy egyszerűen végezzük a meditációt. Do nothing. Nem teszünk semmit. Just enjoy the instruction. Csak élvezzük az útmutatást. Is it a no, not with me for sure. You know. I'm sure he's doing it at home. I just don't want to disturb them. Yeah. So let us have a surprise.
Üljetek kényelmesen. Hands on our lap, arms facing the ceiling. Kezek az ölekben, tenyér a mennyezet felé néz. Relax. Lazíts. Let the breath come in and go out. Hagyd, hogy a levegőbe jöjjön és kimenjen. Let it come. Hadd jöjjön. Let it come. Hadd menjen. Relax. Lazíts. You are enjoying the instruction. Élvezed az útmutatást. And the harmony. És a harmóniát. Your breath is so soothing. A légzésed nagyon lágy. Let it come. Hadd jöjjön. Let it come. Hadd menjen. You are not putting any effort. Nem teszel bele semmi erőfeszítést. It is just happening. Csak megtörténik. Enjoy. Élvezd. Soothing breath. Lágy légzés. Coming in. Bejön. Coming in. Bejön. Coming out. És kimegy. Let it come. Hadd jöjjön. Let it go. Hadd menjen. Enjoy. Élvezd. You are not putting in the effort. Nem erőlteted. And enjoy. Csak élvezed. Thank you.
chanting mantra, observing two rounds eyes closed. Mantra szemültünk, csukott szemmel, két körben figyeld meg. Third round to the third loudly. A harmadiktól együtt szengedjük hangosan. Breathe out.
Ez minden, ami van.
Hand it over to you. Van néhány nagy családom, néhány tagja, akik szeretnék megosztani a tapasztalatukat, hogy még élnek át a Mester és programjai alatt. És amit tudom, hogy szeretné megosztani, és most már rám szól. Sziasztok! Én felületben találkoztam először a Mesterrel. Egy-kettő alkalommal. Ez egy meghatározó élmény volt számomra, ugyanis úgy távoztam onnan, hogy én soha többet nem jövök vissza. És aztán hónapokkal, illetve az idő teltével egyre rosszabbul kezdtem érezni magam, egyre gyakrabban lettek pánikrohamaim. Ez addig fejlődött, míg már nem mertem kimenni a lakásból sem. Aztán egyik alkalommal a munkahelyemre ülve kaptam egy e-mailt, hogy masszatszang lesz. Gondoltam, hogy mivel az orvosok nem igen tudtak segíteni, akkor visszamegyek a Mesterhez hátha. És közben megfogadtam, hogy ha ebből tanárok valami kimutat, azt mindenképp megosztom másokkal, mert én ezt nagyon nagy szenvedésként éltem meg. Azon a szatszangon éreztem, hogy valami megváltozik, és a Mester javaslatára részt vettem az 5 napos programon. És nekem először furcsa volt, hiszen azon az 5 napon nem volt semmi problémám, viszont utána szinte rögtön megint kezdődött ez a rosszul létes dolog, és lassan megértettem, hogy ez nem azonnal, hanem idővel fog változni. És most már elmondhatom, hogy a Mesternek köszönhetően az elmúlt pár hónapban abszolút nem éreztem ilyet, és már az is csoda számomra, hogy én itt kiállok. A másik, amit szeretnék megosztani, hogy nekem az nagyon rossz volt, hogy láttam, hogyha az embernek szüksége van segítségre, én elmentem mellette. Erre például, amikor valaki elesett mellettem, én simán tovább mentem segítség nélkül, és hónapokig vágtam magam ezen, hogy miért nem tudtam megállni és segíteni. És a Mesterben is segített, és most már tudok segíteni másoknak, és nem kell, hogy érezzem ezt a felkismert furdalást, ami akkor volt. Szóval, én is ezt eljeleztem, hogy szeretnék elmondani a tapasztalatait. Egy kicsit meg vagyok most adódva az ünnepnek, ami most van. Igazából szavakkal nem nagyon tudom leírni, amit köszönhetek a Mesternek. Én lassan 3 éve vagyok, hát van az a szerencsém, hogy járhatok hozzá, és tulajdonképpen az egész életem megváltozott. És ez azért olyan csodálatos, mert nekem a hitemet adta vissza önmagamba, a természetben. És van bennem egy belső erő, ami akármilyen nehéz is az életem, vagy bármilyen kihívással szembesülök, már megrendíthetetlen ott van bennem, és vissza tudok találni hozzá. És ezt mind a Mester segítségével értem el. És bármit is hozzon a jövő, ha elmegy a Mester, vissza Indiába, vagy bármi legyen az én életemben is, ezek a tapasztalatok, amiket én a Mester mellett megéltem, most már örökké velem lesznek, és nagyon szépen köszönöm. Mesterben ott van, elég gyakran mostanában hallja, hogy vannak helyek, ahol a spiritualitás egy kicsit másképp, mint ahogy ő értelmezi. Én azon közül való vagyok, aki megtapasztalt más helyeket is. Olyan helyeket, ahol a spiritualitást a fejben tanítják, és fejből tanítják, és nem szívből.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egy nagyon őszinte, nagyon tiszta, nagyon egyszerű tanításokon keresztül tapasztalom meg azt, ami úgy gondolom, amiről a spiritualitás szól, és én ezt itt tanultam meg. Hosszú-hosszú éveken keresztül kerestem, és most már tudom, fejben kerestem, és fejből kerestem. És a spiritualitás nem a fejben van, hanem a szívben. Ezt tanultam meg a mester mellett, és végtelenül hálás vagyok érte. Köszönöm szépen. És Tamár Krisztina, aki még meg az kérdőt használ. Én is egy kicsit meg vagyok illetődve, és meg vagyok hatódva. Mint sokan tudjátok, én a mestert idén márciusban ismertem meg, ugyanis nekem nagyon komoly betegségem volt. Méh nyakrákom volt, és melanomám, azaz bőrrákom. Műtétet akartak javasolni, és utána terápiát, de amikor ezt mondta az orvos, így legesleg éreztem, hogy én ezt nem akarom. És valahogy valami erő, vagy nem tudom micsoda, a mesterhez vezetett. És neki köszönhetem, hogy most itt állhatok előttetek, mert megmentette az életemet. És a szüleimnek köszönhetem elsőként azt, hogy megszülettem, de az, hogy most itt vagyok és élhetek, azt a mesternek köszönhetem. Az 5D programján vettem részt, és előtte is jártam hozzá. És nem tudom elmondani azt, amit tőle kaptam. Nem csak a testemet gyógyította meg, hanem a lelkemet is. És az, amit kaptam tőle, és itt van bennem legbelül, az soha senki nem veheti már el tőlem. És ezt szeretném, hogy mindenki, aki csak lehet, átélje és átérezze, mert ez egy csoda. Nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen. Készüljünk egy kis műsorral a mester ünnepi sire. Cellón játszik nekünk a képdalon Simon Claudia, magyar népdalokat válogatást hallhatunk, és Saint Science a hattyú című dalát játssza el nekünk. Fog egyetébe
Szent Simon Klaudiának. És akkor mielőtt még a születésnapi tortára érnénk rá, a családnak is van egy kis meglepetése, és az a népdal a szerencsére nem hangzott el, úgyhogy énekelve Svier Jönnecsön a tavaszi szél. Ez azért olyan. Szüksége. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy csak egy ilyen képes ajándékot adunk most a mesternek át, és ezért kértük meg, hogy ha tudtok segíteni, akkor ott van kint a doboz, és akkor ott segítsetek. Ezért egy irányot szeretnénk átadni. Amire a mester készül egy könyvet írni, és szeretnénk ezzel kedveskedni. Közöttben, mivel plug-in-től átadjuk. Majd tudod, hogy a mester kiült az erkélyre, és ott érezte a volt hűvösséget, ezért megörökítettük azt az erkélyt, amit kiült az Ez az a hely, ahol eldöntöttem, hogy elkezdtem a szemben. September 2011. 2011. szeptemberében. 5 évvel ezelőtt. Thank you. Köszönöm. You had a good photograph of the picture. You are not living in that place now. Most már nem ezen a helyen élek. Thank you. Köszönöm ezt a képet. Yeah.
szépen, ezzel az ünnepségünk hivatalos, már ez hivatalos volt a része véget ért. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy eljött és hogy ezt együtt ünnepelhetünk. És akkor innentől pedig kis beszélgetésre, vagy ölelésre mindenkit várunk nagy szeretettel, és hátul pedig rengeteg finomság van, amiben ne hagyjatok semmit.